Napi 1 millió zöldborsó konzervet állítanak elő a kecskeméti konzervgyárban. A gyár a zöldborsó és a csemege kukorica feldolgozásában élen jár világgazdasági szinten. Ezt mondta a pénzügyminiszter az átadáson. Varga Mihály elmondta, a cég termékeinek mintegy 90%-át exportálja, ezért a magyar kormány is segítette a vállalat fejlesztéseit a nagyvállalati beruházási támogatásnak köszönhetően. Biztos vagyok abban, hogy a most megnyert támogatással is a megvalósított beruházások jól hasznosulnak majd, bővülnek a vállalat kapacitásai, és tovább tud erősödni az export képesség. A kormány a beruházást 1,2 milliárd forinttal támogatta, ezzel a segítséggel a cég egy 3,3 milliárd forintos fejlesztést tudott megvalósítani. A cég most bővítette kapacitását. Létrehoztak egy 9300 négyzetméteres raktárcsarnokot, kutat fúrtak, fejlesztették a vas és arzéntalanító berendezést, gépparkot bővítettek. A mai átadón Gál József alpolgármester elmondta, a kecskeméti gyár a város gazdaságának egyik legfontosabb zászlós hajója. 2005 év óta, az alapítás óta eltelt időben a cég árbevételét megháromszorozta, a foglalkoztatottak száma közel kétszeres, a saját tőke 27-szeres lett, és az értékesítésnek a nagy része, a döntő része az exportpiacokon talál vevőre. Szerencsére azért a magyar vevők is vásárolhatnak belőle. A kecskeméti cég termékeinek 98%-át külföldön értékesítik. Évente 3000 kamion hagyja el a raktárcsarnokot, főleg az Európai Unió országaiba, de Izraelbe és Törökországba is szállítanak. A kapacitás bővítése szükség volt. 50 termelőtől szerzünk be csemege kukoricából évente durván 90 ezer tonna alapanyagot, amiből naponta 2 millió doboz konzervet állítunk elő. A zöld borsóból pedig 5000-6000 tonnás mennyiséggel, napi 1 millió dobozzal, ez egy olyan mennyiség, ami mellett szerintem fejet lehet hajtani. Sokat elárul a kapacitásról, hogy csemege kukoricából egy hét alatt annyit gyártunk, mint Magyarország éves fogyasztása. A konzervgyár 600 családnak ad biztonságos megélhetést. A témával bővebben Kiemelő című magazinunkban foglalkozunk.